Vendégem Fehér Attila, a Partiszkont Társadalom Kutató Egyesület elnöke, és a következő percekben két új kutatásról fogunk beszélgetni, melyeket végez az Egyesület. Ez egy országos kutatás, ami a kettő az, milyen területeket érint. Országos kutatásról beszélünk, ugyanakkor kettő országot érintő kutatás, tehát Magyarország és Románia mind a két esetben. Két korosztályt érintő kutatás, ezek nagyon hasonló kutatások, tehát szerintem érdemes őket együtt kezelni, bár két, ahogy említettem, két különböző korosztályt érint, a fiatalokat, illetve az időseket, azért mi junior, illetve senior kutatásnak nevezzük így magunk között. A fiatalokat érintő kutatása, hogy vannak a fiatalok, 2018 néven fut, az időseket pedig a idősen is aktívan. Ez két pályázathoz kötődő kutatásról felmérjük ennek a korosztálynak a viszonyait többféle szempontból. A fiatalok esetében ugye az a kérdés elsősorban, hogy hogyan tudják megalapozni a jövőjüket, hogyan tudnak hasznos tagjává válni a társadalomnak, úgy, hogy mindeközben a saját életútjukat is sikerül a lehető leghatékonyabban felépíteniük. Ez arra vonatkozik, hogy ők ezt erről mit gondolnak, vagy arról, hogy egyébként mit csinálnak? Nem. Alapvetően nem közvetlenül a fiatalokat és nem közvetlenül az időseket érjük el a kutatás során. Ez egy közvetett módon való adatgyűjtés. A velük foglalkozó szakemberek körében zajlik az adatgyűjtés, és hát ennek lehetne akár az is a következménye, hogy talán nem annyira az információk nem annyira használhatók, de valóság az, és mi azért döntöttük úgy, hogy ebben a formában végezzük a kutatást, hogy azáltal, hogy nem közvetlenül az érintetteket, hanem a velük foglalkozó szakembereket kérdezzük, ezáltal sokkal objektívebb képet tudunk kapni a fiatalokról, mint amennyire ők saját magukat érzékelik, hiszen ők csak azt látják, hogy közvetlen környezetükben, közvetlen életükben milyen hatásuk érik őket, de egy szakember, aki egyfelől ezt szakmai szemmel tudja vizsgálni, másfelől pedig több fiatal foglalkozva egy sokkal átfogóbb képet tud látni. Ennek köszönhetően lényegesen szélesebb körű az az információ tömeg, amit át tud hagyományozni ránk, illetve az idősek esetében ugyanez a helyzet, hogy a velük foglalkozó szakemberekről van szó. Az idősek tekintetében pedig arra vagyunk kíváncsiak, ők ugye az életüknek már a későbbi szakaszában tartanak, hogy hogyan lehet őket aktívan, szintén a közösség és a saját életük szempontjából pozitív körülmények között megtartani, hogyan tudják megtalálni a helyüket a modern társadalomban, hogyan tudják a fiataloknak átadni a tudásukat, illetve hogyan tudják elsajátítani azokat a tudásokat, amik ahhoz szükségesek, hogy hatékony tagjaival váljanak a társadalomnak. Tehát ezek nagyon összetett kérdéseket érintő kutatások, és hát két részletben zajlik, Erdélyben, illetve itt Magyarországon 100-100 kutatót kérdezünk meg, és utána az eredmények birtokában, tehát ez egy hosszú, körülbelül egy óra hosszás, vagy több mint egy óra hosszás kérdőív mindkét esetben, utána pedig ilyen fókuszcsoportos interjúk segítségével tovább boncolgatjuk azokat a témákat, amik a kérdőívek során sokkal inkább úgy érezzük, hogy kibontásra érdemesek. Ugye nyilván egyetlen kutatás sem öncélú, ennek mi a célja, tehát mire használják fel ezeket az adatokat? Több célja van természetesen, tehát az öncélú kutatások, ezt többször elmondtam már itt a műsorban is, hogy igazából mi azért adjuk fontosnak az ilyen kutatásokat, hogy hasznosítani lehessen a társadalom javára ezeket a megszerzett eredményeket. Egyfelől nyilvánvalóan a fiatalok számára is olyan visszaigazolást jelent a szakembereken keresztül, hogy ezáltal hatékonyabban tudják berendezni a saját életüket, és az idősek esetében is természetesen, illetve itt összegyűjtjük gyakorlatilag azokat a tapasztalatokat, jó gyakorlatokat, amiket a szakemberek lehet, hogy egymás között nem feltétlenül cserélnek meg, és azáltal, hogy ők birtokába jutnak a mások által alkalmazott eljárásoknak, ezáltal ők maguk is hatékonyabban tudnak a munkájuk során működni, ezáltal segítve a fiatalokat, illetve célunk az természetesen, hogy a döntéshozók figyelmébe is ajánljuk a elsaját vagy a megszerzett információkat, és hát ennek keretében bízva abban, hogy éreznek a döntéshozók a társadalom iránt kellő felelősséget, úgy gondoljuk, hogy lehetőséget kapnak arra, hogy olyan hatékony oktatási rendszert, akár nyugdíj, ellátást valósítsanak meg, ami lehet, hogy ilyen esetben még nem teljesen működőképes, de a civilek segítségével, illetve a szakemberek segítségével hozzájutnak olyan információkhoz, ami segíti azt a célkitűzést,
hogy egy jól működő, hatékony rendszert tudjunk működtetni úgy a fiatalok, mint az idősek életét illetően. Nem csak kutatásokat végeznek, hanem vannak középiskolás vitakörök is. Ezek hát, még? Igen, tehát itt a nyár az elég sűrűnek ígérkezik, hogy az ősz is, nem csak a kutatások, hanem a civil programok szempontjából is. Valóban két programot indítunk fiatalok számára, mind a kettő középiskolások számára indul. Az egyik a Beleszólhatsz, ez az ön által említett vitakör, a másik pedig a Családban a vita ménkű. Hát itt egy közismert magyar mondást alakítottunk át. A Beleszólhatsz az annak a benyomásnak az eredménye, hogy egy korábbi a középiskolások körében zajló két év alatt tartó Szociófilm Klub nevű program keretében arra a megállapításra jutottunk, hogy a fiatalok elég jó meglátásokkal rendelkeznek, ugyanakkor nem annyira fejlett a kommunikációs technikájuk, tehát nem annyira tudják kifejezni magukat megfelelően, és ez sokszor vitákat eredményez, lévén, hogy nem tudnak megfelelően érvelni, és sokszor félreértik egymást. Ennek az orvoslására indítjuk el a Beleszólhatsz nevű programot, ami négy iskolát érint Szegeden. A négy iskolában az ősz folyamán lesznek ilyen elős rejtezők, és a tél folyamán pedig a rejtezőkből mindegyik iskolát egy csapat fogja képviselni, és ott megadott témákban kell nekik vitázniuk, tehát lesz egy állítás, amit sorsolásszerűen az egyik csapatnak védelmeznie kell, a másiknak ezt cáfolni, és egy háromtagú zsűri fogja majd ezt értékelni. Mégpedig három szempont szerint, egyfelől a logikai érvelés szempontjából, az előadásmód szempontjából, illetve a kifejezésmód szempontjából, és amelyik csapat végül a városnak a győztese, ez vagy a városi verseny győztese, az egyedik magának mondhat egy trófát, amit hát bízunk benne, hogy ha sikerül megteremtenünk ezt a programot évről évre, akkor akár meg is védhetik egy év múlva. Csak ebben miért csak ilyen kevés iskola vesz részt? Hát első körben négy iskolát vettünk, mert alapvetően ez egy nagyon elég bonyolult lebonyolítású vetélkedő, tehát önmagában csak egy vita, az körülbelül egy orosztát vesz igénybe. Tehát úgy gondoltuk, hogy ilyen állapot szerint és a pályázat finanszírozás ennyit tesz lehetővé, tehát így kezdjük el. Azok az iskolák, akikkel korábban is már jó kapcsolatot építettünk ki, de hogyha lesz erre nagyobb érdeklődés, akkor a következő évtől akár ennél sokkal kiterjedtebb formában is folytatjuk, majd ez a célunk. Említette a Családban nem itt a ménkült, ez mi lesz? Hát ez a József Attila iskolát érinti majd. Alapvetően az a cél, hogy a családot, mint ugye 2018 a családok éve, ezt a magyar kormány is ennek nyilvánította, ennek keretében zajlik ez a program. Itt arról van szó, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok esetében sok esetben a család nem úgy működik, hogy kellene, nem kapnak otthon olyan mintát, ami egyfelől vonzóvá tenni számukra felnőtt korban a családot, mint életformát, vagy ha mégis úgy döntenek, hogy családot alapítanak, sokszor azokat a rossz mintákat viszik tovább, amiket otthon tapasztalnak, és ezért szeretnénk azt, hogyha egy ilyen alternatív foglalkozás keretében, amiben egyébként a családtagjaikat szeretnénk bevonni, akár szülőket, nagyszülőket, egy olyan példát és mintát kapnának többféle megközelítésből, ami arra sarkalja őket, hogy egy egészen másfajta megközelítés szerint éljék a családi életüket a későbbiekben, illetve akár már most is képessé tegyük őket arra, hogy megváltoztassák az otthon tapasztalható esetleges negatív viszonyokat. Ez fél éven keresztül fog jelentkezni ez a program, és 8 alkalommal egy ilyen, hát nevezük workshopnak nevű, vagy workshopok alkalmával fogunk lehetőleg különféle szempontokból a családi életet megközelíteni, és minél kell bevonni akár a munka, akár az ünneplés, akár a gyászfeldolgozás, akár a konfliktuskezelés, tehát különféle témában a családi élet mivel létét boncolgatni. Ez az őszi programunk, és hát nyáron pedig két fesztivál vár ránk, a szokásos Sziget, illetve Színfesztiválon való részvételt nagyon fontosnak tartjuk, és hát úgy tűnik, hogy nem csak mi, hanem a szervezők is mind a két fesztivál esetben fontosnak tartják a jelenlétünket, mert a Szigeten most már 4. alkalommal leszünk jelen, a Színen pedig 5. alkalommal. Ugye ez nekünk is a jubileum a Szín esetében. A Szín ugye az 50. évét ünnepli, úgyhogy ők szeretnék, és mi is szeretnénk, hogyha ez minél inkább hangsúlyt kapna. Tehát úgy alakítottuk ki a fesztivál programunkat, hogy azok az értékek, azok az elvek,
amik annak idején 1968-ban és azóta is meghatároztak a színnek a szellemiségét, és amelyek egyébként nagyban találkoznak az Egyesületünk által képviselt alapelvekkel, ezek megjelenjenek a fesztivál programunkban, úgyhogy 10 féle program közül választhatnak majd a standunkhoz ellátogatók, a lehető legváltozatosabb programokkal, és ezek között tényleg több program is kifejezetten a színnel, illetve Szegeddel fog foglalkozni, az elmúlt 50 évet felelevenítve, akár a fesztivál részét, akár a város egyéb eseményeit. Akkor a civil faluban többek között lehet a Partiszkon Egyesületet is keresni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.